Sziasztok! Egy nagyon érdekes bejegyzést találtam a Facebookon. Lelki ismeret írja, hogy szerintetek hogyan vannak ezek az életünkben, kinek mi az elképzelése tudásáról. Test, lélek, szellem, tudat, ego, mi, hogy, mivel, miért kapcsolódik, stb. Most hát ehhez az egyik hozzáfűzésem az volt, hogy erről részletesen Maharishi Mahesh Yogi a Lét tudománya és az élet művészete könyvében lehet olvasni, valamint a Bhagavad Gita első 6 fejezetéhez írt kommentárjában és annak függelékeiben. Mindennek rendje, rendeltetése van a védikus tudás szerint, és nem keverendők össze a fogalmak. Néha egyes ezotérikus irányzatok összekeverik őket, és így pontatlanná válik az a tudás, amit átadnak. Ismerni kell a kósák, a burkok rendszerét nem csak leírásból, de tapasztalatokból is. Valamint ismerni kell a tudat birodalmában, az öntudat birodalmában, a tiszta tudat kivetülésének birodalmában a különféle finomsági szinteket. Erről egész jó leírás található a Védantában, és akár dr. Bhaktai Ervin Szanátana Dharma a Hindu Világszemlélet című könyvében. Érdemes ezt a 3 könyvet beszerezni, valamint ugyancsak tőle a Raja Yoga című könyvet. Áldás és békesség! Bővebben mindenről a védikus tudással Magyarországért és a védikus tudással a Kárpát-medencéért könyvemben írok. Ekkor egy nagyon jó kis hozzáfűzés volt. Az egyik barátom fűzte hozzá nekem üzenetben, én pedig ide másoltam. A test, lélek és szellem hármasa az ember is, embertelenség és az emberi lét lényegét jelenti, és szorosan összefügg egymással. A test az ember fizikai testére utal, mely a látható és tapintható része az emberi lénynek. A test biológiailag működik, rendelkezik fiziológiai szükségletekkel és érzékszervekkel, melyeken keresztül az ember kapcsolatba kerül a külvilággal. A lélek az emberi lélekkel rendelkező lény, ami a test életenergiája vagy az ént jelöli. A lélek az érzelmek, a gondolatok és az érzések otthona és hatással van az ember mentális és érzelmi állapotára. Lélek az, ami személyessé tesz bennünket. A szellem, a szellemet általában a személyiség legmagasabb szintjeként definiáljuk és az ember lényegét vagy lényét jelöli. A szellem a spirituális világot, az örökösséget és a transzcendenciát szimbolizálja, és segít az embernek kapcsolatba kerülni az isteni vagy az univerzális erőkkel. A tudat a gondolataink és érzéseink által tapasztalás központja, illetve az öntudatosság állapota. A lélek és a szellem közötti kapcsolat szorosan összefonódik a spiritualitással és az ember belső világával. A mély lelki harmónia és a lét céljának felfedezése hozzájárul a lelki békéhez és az életért való érzékeléshez. A szellemi gyakorlatok, meditáció, imádság és spirituális útkeresés segíthetnek az egyensúly és a belső béke eléréséhez. Tudatosság magában foglalja az érzelmeket, gondolkodást, értelmet, intuíciót és az érzékelési folyamatokat. Az önismeret, a tudatosság fejlesztése és a tudatosságon belüli mélyebb szintek felfedezése lehetőséget adhat arra, hogy jobban megértsük önmagunkat és a körülöttünk lévő világot. Utána elkezdtem írni ehhez egy kommentet, de aztán úgy döntöttem, hogy ezt kimásolom ide egy nagyban. És felolvasnám ezt is, illetve ezt egy kicsit majd kommentálni is fogunk. Tehát erről, amit ide másolt lelki ismeret, ehhez van egy kommentem. Igen, ez egy szép meglátás. A védikus tudásban gyakorlati, megtapasztalható szinteken az önvaló vagy átmantól indul a felfedezés.
Ezt az átmant önvalót kell megismerni, ami a tiszta tudatosság végtelen óceánjából, Brahmanból származik. Igazából minden ember Brahman, a tiszta tudatosság része, de amint felveszi az egyéni létformát, lesz egy átmanja, egy önvalója, az, ami önmagával azonos. Ez az önvaló az, amit talán a lélek szó jelöl a nyugati szakszavakban leginkább, legjobban. Az önvaló kapcsolódik az egóhoz, ami csupán csak annyit jelent, hogy énség. Nem kell küzdeni az egóval, az egó, ha nem létezne, akkor megszűnik az egyén, visszaolvad Brahmanba, és már is vége az ő egyéni létezésének, vége az egyéni létezésének, annak a látszatának. Ez a látszat a maja, káprázat. Azért káprázat, mert a legfinomabb tudatszinteken, tapasztalási szinteken az ember a tudatóceán része, és minden dolog élő élettelen ennek a tudatóceánnak a része. Tehát ebben a végtelen tudatosságban, aki Brahman tudattal rendelkezik, az képes minden egyes élő lényben önmagát felfedezni, és önmagában látja a lényeket. Tehát ez még megvan az egyénnek, az énsége, de a magas tudatszinteket elérve, mert minden egyes tudatszintben más és más a tapasztalás, a magasabb tudatszinteket elérve önmagában látja az összes létező embert, és minden összes létező emberben önmagát látja. Erről nagyon szépen a Bhagavad Gita ír, amikor Krishna beszél erről Arjunának. Tehát legfinomabb tudatszinteken, a tapasztalási szinteken az ember a tudatóceán része, és minden dolog élő életlen ennek a tudatóceánnak a része. Amíg ez nem tapasztalható folyamatosan, addig az embert elragadja a maja varázslata. Az embert elragadja a munka pörgése, a családi dolgok, a tanulás, a szórakozás, vagy esetleg lustálkodás, vagy bármi elragadja az embert, ez a maja, ez a káprázat, ami körbevesz, és az ember nem követi a saját dharmáját, a dharma az az, ami az én magam életfeladata abban a helyen és időben, ahol éppen vagyok, tehát mikor nem követi ezt az ember, akkor kiszakad ebből a tudatóceánból idézőjelesen, és beárnyékolódik az öntudatossága. Ha az öntudatossága éber teljes, akkor ő mindig azt csinálja, ami helyes abban a pillanatban, nem csak saját maga, de az egész teremtés szempontjából. Tehát, amikor mindent az önvalójának tükrében lát az ember, akkor éri el ezt a magas tudatossági szintet. Ez nem jelenti azt, hogy aki ezt nem tapasztalja, az nem élvezheti az életet. Élvezi, de minél magasabb a tudatszint, annál nagyobb boldogságban lehet egy embernek része. Nos, ez az önvaló átman és ego alkotta egység nagyon finom érzések területéhez, az ánanda maja kósához, a boldogság burokhoz kapcsolódik. Egyetlen egy érzés van a világon, ez a boldogság. A boldogság, ahogy beárnyékolódik, lesz belőle öröm, ha nagyon beárnyékolódik, szomorúság, bánat, de igazából mindennek boldogságnak kellene lennie. Miért is mondom ezt? Minden boldogságból született, boldogságban van fenntartva, és boldogságban szűnik meg. Ez a védikus tudás egy nagyon fontos kijelentése. Ez arra utal, hogy az önvaló, átman és az ego egy burokban van, egy boldogság burokban van, és ezen a boldogság burkon keresztül tapasztaljuk a világot. Ha beszennyeződnek a burkok, és nem csak az érzések burka, hanem majd mindjárt mondom a következő burkokat is, akkor jön létre az a fajta sajnos nagyon rossz fajta káprázat, amikor már csak örömünk van, vagy még öröm se, vagy ne adj Isten bánat. Tehát az ember az ananda maja kósán keresztül mindig azon keresztül lát, de a stresszek szennyezik ezt be. Ha nincsenek stresszek, anyagi és idegrendszeri stresszek, erről a mantra meditáció jogánban lehet
is, illetve a hatha jogánban többet tanulni, gyakorlati szinten hogyan lehet ezektől a stresszektől megszabadulni. Tehát, hogyha valaki ezeket a jogákat gyakorolja, akkor ezek a stresszek nem jönnek létre, és mindig az Ananda Maya kósán keresztül látja, tapasztalja a világot. Ez egy nagyon-nagyon kellemes dolog, mert a nap 24 órájában ez az állapot fenntartódik. Tehát, minden az életünkben boldogságban született, boldogságban van fenntartva, és boldogságban fog megszűnni, meghalni. Nincs más, csak boldogság. Nem ezt tapasztaljuk? Nos, az azért van, mert ebben a burokban és az ennél kissé másabb frekvenciában rezgő burkokban akadály, stressz, feszültség, hibás ismeret és anyagi méreg lerakódás van, salak. Az érzések, megérzések határtalanul finom területénél kisebb, durvább szinten helyezkedik el a vijñána maya kósa, vagyis a tudásburok, a tudatosságburok. Ez az, amikor az egyéniség már értelemmel dönt, igen, nem, fekete-fehér között. Na most, ez azért nagyon fontos, mert ez a vijñána maya kósa a tudatosságnak, az értelemnek a burka, a tudásburok, ez a különféle tudatállapotokban más és más. Tehát amíg valakinek alacsony a tudatállapota, sok stressze van, ilyen más. Ugyanabban az életszituációban, ugyanolyan körülmények között sokkal rosszabb tapasztalatokra tesz szert, mint az az ember, aki ugyanolyan állapotban van, ugyanolyan anyagi és feszültség minden hasonlóképpen ömlik rá, de a tudatossága magasabb, az idegrendszere tisztább, ő neki teljesen más a tapasztalati szintje, és gyorsabban kilábal egy problémából, vagy egy nagyon jó, egy nagyon kedvező szituációt sokkal jobban ki tud használni a saját maga és környezete boldogulására. Tehát, ha a tudatosság burok tiszta, ez a tudásburok, és ragyogó, akkor éles az értelem, és az ember minden spontán módon tud megismerni, önmagán belülről kifelé haladva. Tehát az ember mindig önmagán belülről kifelé haladva jön ki, és tapasztal meg mindent, kivetül a tudatosság az érzékszerveken keresztül, visszajön, és amit lát, hal, tapasztal az öt érzékszerven keresztül, és ha nyílik, akkor a hatodik keresztül, hogyha ezek a tapasztalások ugye ott vannak, és tiszta az értelem, akkor helyesen dönt. És jó a vijñána maya, és mindig jól halad előre a szekér. Hogyha ott vannak a stresszek, feszültségek, akkor már nem helyes a döntés. Na most ezután a vijñána maya kósa után jön a kissé konkrétabb kósa burok, a manó maya kósa. A manasz, az elme, a gondolatok tárházának burka. Ez az a burok, amiben minden megfogalmazódik. Az énség, az érzelem, az értelem mind-mind gondolatok formájában bukkan fel a manó maya kósában, az elme káprázat burkában. Van ezután egy energiaburok, ami minden táplál. Ez egy másik frekvencia. Én nem szeretem a kósákat így egymásra pakolni, de én is így szoktam ábrázolni, hogy az emberen belül van a tiszta tudat fénye, mint gyertya, és ezen körül Ananda Maya kósa, és így megyünk tovább a kósákon. Tehát ezt én így szoktam ábrázolni, de igazából ezek a kósák egymást áthatják, ezek más és más frekvenciák. Jobban szeretem ezt a kifejezést, hogy ezek mindent átható frekvenciák, energiák és intelligenciák, értelmek, burkok. Tehát van egy energiaburok, ami minden táplál, ez egy másik frekvencia, ez a prána maya kósa, az éterikus energia káprázat burok. Most minél több az energia, minél tisztább az emberi nádik, a csatornák rendszere, annál több mindent képes az ember élvezettel megtapasztalni. És jobban működik az értelem, jobban működik az érzelem, jobban működik a test, tisztábbak az érzékszervek. Tehát nagyon sok múlik
a pránamaja kósa energetizált állapotán. És ami ezután jön, az az emberi test burka, az étel káprázat burok, vagyis anna maja kósa. Anna maja kósa, amit eszel, azzá leszel. Ezért van az, hogy a jógik és a bölcsek, a múnik, múni az, akik maunamot, csendet fogadnak, némaságot, egy bizonyos időszakaszra, egy nap, két nap, pár óra, muni, maunam, és ebből a bölcsesség származik. Tehát a munik, risik nem ettek húst, mert nem akartak a húsevő állatokhoz hasonló erős, szenvedélyes és szenvedéssel teli gondolatokkal küzdeni, az életüket lerövidíteni. Ha helyesen tápláljuk a testet, akkor semmire sincs szükségünk. Semmilyen külső tudásra a helyes élettel kapcsolatban, az egészség tartósan fennmarad, ha a megfelelő életvitelt folytatja az ember. Most tehát eddig jutottam, mint most elolvastam, jó is, hogy elolvastam, és ide kiraktam ezt ide a jegyzettömbe, nagyon sok helyes írás hibát vétettem, de hát ezt most gyorsan begépeltem pár perc alatt. Ugye ezt ilyenkor mindig át kell nézni, mindent javítani, átfogalmazni, de úgy döntöttem, hogy inkább ezt felolvasom, mert és kiegészítem még az ezután az érzékszervek területével. Ugye ezután jönnek az érzékszervek területén, amit úgy hívnak, hogy indriák. Tehát az érzékszervek a látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás, tehát ezek az öt érzékszerv, ez mindegyike indriák, Indrához kapcsolódok. Na most Indra az a központi idegrendszer. Tudom, úgy mondják, hogy a dévák királya, de igazából ez a központi idegrendszer szimbolizáló kifejezés Indra. Indrához, a központi idegrendszerhez tartozó az érzékszervek, amiken keresztül mi a külvilággal kapcsolatot tartunk. Na most, az indriákon keresztül kivetül a mi belső tudatosságunk, és visszajön, és ebből lesz a mi világunk. Ha én nekem stresszes az érzelmi állapotom, az anandamaja kósa, stresszes a vijñánamaja kósa, stresszes a manómaja kósa, az elmeburok, a tudásburok, stresszes a pránamaja kósa, az energiaburok, a nádik el vannak tömődve. És stresszes a test is, nem úgy működik, nem úgy funkcionál, salakok vannak benne, betegeskedik az ember, akkor az a tudatosság, ami kivetül és letapogatja a világot, és visszajön hozzá, az egy szomorú világot ad nekünk. Minél tisztább a test, minél tisztább az érzékelés, minél tisztább az érzelem, az értelem, minden, az a tudatosság vetül ki, ugyanazt látja az ember, ugyanúgy jön vissza, de belül a feldolgozó kompjúterben, az értelemben, érzelemben, a pránákban, a gondolatok tárházában, az elmében más világ alakul ki. Ezért mondják azt a bölcsek, a látók, a risik, a munik, hogy az ajurvédikus életforma, a nem ártás őrsvényét követő jógik, akik a jogát, gyakorlati jogát és a meditációt, mantra meditáció jogát, vagy másféle technikákat gyakorolnak, ők azok, akik egyre nagyobb és nagyobb élvezetet találnak ebben a világban. Tehát ebben a világban minden boldogságban születik, minden boldogságban van fenntartva, és amikor megszűnik, minden boldogságban szűnik meg. Amíg az ember él, létezik, tapasztal, ezt a boldogságot kell, a boldogság magvait elhintenie a környezetében. Minél több ember megtanulja meditációt, jógát, az ajurvédikus főzést, ezekről a tanfolyamaim, konzultációim vannak, annál inkább kezében lesznek azok az eszközök, amivel az életét ezen a tartós
nagyon boldog, kiegyensúlyozott úton tudja tartani. Szép napot kívánok mindenkinek, namaszté, áldás és békesség minden egyes embernek.